Sziasztok, molyok! Szinti vagyok, és a mai videómban egy nagy nyálzáró bukkollal érkeztem nektek. A nyár folyamán összesen 15 új könyvet sikerült beszereznem, amire igazándiból nem vagyok büszke, de örülök nekik. Többet nem is mondanék, nézzük a könyveket. Június hónapban már rögtön megszaladt egy kicsit a pénztárcai kiadások, mondjuk így, mivel összesen 7 könyvet sikerült beszereznem, bár amúgy ezek eléggé olcsóak voltak, tehát akció keretein belül szereztem be őket. Igen, próbálok magyarázkodni, 7 könyv az csak 7 könyv, nézzük inkább őket. Az első könyv, amit beszereztem, Boris Vian-tól a Tajtékos napok, ami egy pocket kiadás. Igen, ez annak apropóján került hozzám, hogy végre Kecskeméten is van pocket automata, és hát van-e ennél csodálatosabb pillanat, mint hogy beszerezzem a Tajtékos napokat? Ugye, hogy nincs. Igazándiból még nem olvastam a könyvet, de 2020-ban mindenféleképpen tervezem, nem tudom, hogy miről szól, nem is érdekel. Boris Vian, szeretnék olvasni, és a Tajtékos napokkal fogom kezdeni. Róla ennyit röviden. Innen jönnek a problémák. Mármint, hogy nem probléma, hanem úgy a pénztárcámnak baj, csak én örültem neki. Szóval, a Maxim kiadó egy olyan akciót hirdetett, hogy több könyve 1000 forintba került a Tesco-ba. És hát, amikor megláttam, hogy akciósak és olyan könyvek is, amiket én egyébként nagyon régóta szerettem volna beszerezni, akkor úgy voltam vele, hogy 1000 forintért még a hülyének is megéri, nekem meg pláne. Szóval, nézzük is, hogy miket vettem. Először is 2 tökéletes könyv jött hozzám, az első a Tökéletes pár John Marshtól, amit igazániból azért szereztem be, mert Ipas Tibor fordította, és amikor vele készítettem interjút, így a fordításra, akkor mondta, hogy ezt a könyvet nagyon szerette fordítani, én meg így néztem, hogy ezt én még miért nem olvastam, és amikor megláttam, hogy 1000 forintért van, akkor hát rácsaptam egyértelműen. Egyébként annyit tudok róla, hogy egy DNS alapján mondják meg, hogy valaki vált-e összeillesz-e. Azt hiszem, ilyen disztopikus világ, thriller, valami ilyesmi, nem tudom. Nem is érdekel, el fogom olvasni, mert Ipas Tibor és mert érdekel a történet. A másik tökéletes könyv a Tökéletes hasonmás, ami Somaya Daoudtól a Mire is, talán így kell kejteni a nevét. Itt annyit tudok, hogy a főszereplő lánya a hercegnőnek, vagy királynőnek, nem tudom, aki van ebbe a világba, nagyon a hasonlít rá, úgymond a hasonmása, és őt fogják így felhasználni, hogy ilyen megjelenéseken, hogy ő neki kell megjelennie a hercegnő helyett. Igazániból nem tudok róla semmi, gyönyörű a borító és a kiadás, 1000 forintért megérte. Ezután mondtam a páromnak, hogy menjünk vissza és nézzük még meg, hogy vannak-e még esetleg ebből akciós könyvek, és van-e, amit még tudok választani. És akkor ő megvette nekem Katie Quinn-től az Alice hálózatát, ami egy második világháborús regény és a női kém hálózattal foglalkozik. Igazániból már nagyon régóta szerettem volna őt beszerezni, és hát annyira jó, hogy már itt van a polcomon, sajnos még nem jutottam el odáig, hogy olvassam. Igen, amúgy most, ahogy veszem fel ezt a videót, így tudatosul bennem, hogy túl sokat járok könyvtárba, és az itthoni könyveimet kéne olvasnom, mert haragszanak már rám. Tényleg, nagyon haragszanak. Érzem. Mindig érzem, hogy haragszanak rám. Szóval, vissza a könyvhöz, Alice hálózata, tervezem olvasni. Nem tudom, hogy mikor fog sor kerülni rá, egyébként egy gyönyörű kiadásról van szó, és köszönöm szépen, hogy megkapattam. Ezután továbbra sem bírtam a véremmel, és még mindig nézelődtem az 1000 fontos akciós könyvek között, és akkor valahogy beleesett a cicatápok közé még 2 könyv, nem is értem. Amúgy bocsánat a drága kis cicáimtól, hogy könyvre költöttem a kajakpénzüket, de néha előfordul ez is. Ez a 2 könyv pedig nem más, mint a Különös álmodozó és az Elemésztő homály. Az Elemésztő homályról nagyon sok jót hallottam Borka csatornáján, ezért úgy voltam vele, hogy hát miért is ne szerezhetném be. A Különös álmodozót pedig nagyon szereti az egyik barátnőm, és mindig rágta a fülemet, hogy miért nem olvasom már el. Itt vannak, nem tudok róluk semmit ajánlásra. És hát 1000 forintért mondtam, nekem megérte. Az utolsó kötet pedig, amit júniusban beszereztem, Nagy Eszter és Tóth Gergely közös kötete, az Örök tűz, a papnő, amiről készítettem már videót a csatornára, ezt recenziós példányként kaptam az írónőtől és a New Line kiadótól, ezúton is köszönöm szépen nekik még egyszer. Nekem nagyon tetszett ez az ókori római világban játszódó, tiltott szerelmes történet. Ha érdekel titeket a véleményem erről a könyvről, akkor ide felkattintva meg tudjátok nézni. Júliusban egész büszke lettem magamra, hiszen csak 3 könyvet szereztem be,
Ezek közül igazániból egyiket sem sikerült elolvasnom, de menjünk tovább. Az első könyv Susan Collins-tól az Énekes madarak és kígyó balladája. Ezt a könyvet azért szereztem be, mert én nagyon szeretem az éhezők viadalát, és kíváncsi vagyok Snow elnök életére is, hogy most mi történt vele, meg miért ilyen gonosz. Csúnyábbat akartam mondani, de YouTube videókban nem káromkodunk és nem beszélünk csúnyán, szóval csak gonosz. És igazániból az a helyzet, hogy még mindig nem sikerült elolvasnom, az augusztusi közös olvasmányunk lett volna, viszont nagyon sok minden jött közbe, könyv, meg úgy egyébként is az élet közbeszólt, és sajnos nem sikerült elolvasnom, és majd egyszer valamikor szeretném még ebbe az évbe bepótolni, mert tényleg érdekel és kíváncsi vagyok rá. Egyébként még annyit róla, ez tényleg csak így védem magam, hogy 30% kedvezmény volt rá a Tesco-ba, és hát csak úgy beleesett a kosaramba. Tényleg. A következő beszerzésem egy ajándékkönyv volt, amit az egyik barátnőmtől kaptam, ezúton is köszönöm szépen neki, ez pedig Ransom Riggs-től a Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei. Őt nem igazán győzte meg ez a kötet, és amikor megkérdezte, hogy mit szólnék hozzá, nekem adna, hát én nagyon örültem neki, mert egyébként szerettem volna már elkezdeni, vagy egyáltalán könyvtárból, vagy valahogy, mert érdekel ez a világ, és amikor nekem adta, hát én annyira megörültem neki, tényleg innen is sok puszi neked, nagyon szépen köszönöm tényleg ezt a könyvet, és igyekszem tényleg elolvasni őt is minél előbb. Tudom, hogy mindre ezt mondom, de tényleg igyekszem. A hónap utolsó beszerzése, amire igazániból nem kéne ennyire büszkének lennem, mert egy eléggé drága könyvről van szó, és eléggé hirtelen felindulásból történt vásárlás, viszont elkezdtem nézni a Boszorkányok elveszett könyves sorozatot, ami szívszerelmem, és hú, ez az egész világ, amit így az HBO sorozat adott, tehát eldöntöttem, hogy én az egész könyvet, mindent tudni akarok erről a világról, erről a sorozatról, és hát ilyenkor beszereztem Deborah Harkness-től a Boszorkányok elveszett könyvét, aminek igazániból még nem mertem neki kezdeni, mert egy eléggé nagy monstrum, de ami később nem múlik, hanem 2020, akkor 2021, de el fogom olvasni. Augusztus hónapban összesen 5 könyvet sikerült beszereznem, ezek között vannak nagyon pozitív beszerzések is, vannak negatívak is, de majd mindjárt erről is beszélünk, nézzük is akkor, hogy mik ezek. Az Európa kiadó egy igazán jó akciót hirdetett, ahol elég olcsón sikerült beszereznem 3 könyvet, nézzük is, hogy mik ezek. Az első könyv, amit sikerült beszereznem az Európa kiadó akcióján belül, az Bulgakovtól A mester és a Margarita. Nem tudom, mennyire tudjátok, igazániból a csatornán nem nagyon volt még klasszikus könyvekről szó, de én szeretem ezt a műfajt, és nekem eddig A mester és Margarita kimaradt, szóval most itt van ő is, hogy majd még ebbe az évben talán találkozunk, és akkor majd meglátjuk, hogy milyen viszonyunk van egymással. Enged, hogy szeressenek! A második könyv, amit beszereztem az Európa kiadó akcióján belül, az Carlos Ruiz Zafontól, a Köd hercege, amit imádtam, és már el is olvastam. A vlog videómban ő volt a legelső könyv, azt majd ide felkattintva meg tudjátok nézni. Nagyon szerettem, és igazániból ez a könyv elindított azon, hogy Zafontól olvasni kell, mert nagyon jól mit csinál. Az utolsó könyv pedig, amit az Európa akcióban beszereztem, az Marcos Zusaktól a könyvtolvajt, nem tudom, mit kell elkérdeni a nevét. Igazániból én ezt a könyvet már egyszer olvastam, amikor ilyen 15-16 éves voltam, és akkor zseniálisan jó kötet megtartottam, és nagyon tetszett. Viszont azért már eltelt egy idő, már 20 vagyok, és azért lehet, hogy, sőt, biztos is, hogy teljesen más szemmel fog tekinteni erre a könyvre, szerintem ugyanúgy fog tetszeni, legalábbis bízom benne. És most azt tervezem, hogy újra fogom olvasni ezt a könyvet, mert igaz, hogy akkor nagyon tetszett, de kíváncsi vagyok, hogy mennyire ad más élményt, és kicsit úgy érzem, mintha itt a lapok közt ott lenne a régi önmagam. Amikor így ismerkedtem még a második világháborús regényekkel, a holokausztal, igen, én 14-15 évesen már olyanokat olvastam. Erre nem biztos, hogy feltétlenül büszke kéne lennem, de mindegy. Szóval itt van a könyvtolvaj, amit újra fogok olvasni. Az utolsó két könyvről pedig igazániból nem is nagyon szeretnék beszélni, sőt, nagyon örülnék, hogyha most nem ezt a két könyvet adtam a kezembe, de hát ez dobta a gép. Csináltam a YouTube csatornámra egy unboxing videót, amiben a könyvmai képzőtől rendeltem 2 zsákból moska könyvet, és hát ez a közül az egyik sem volt igazán az, amit én vártam, vagy amit szerettem volna. Az egyik könyv, amit dobott a gép, mondjuk így, a Stephanie Meyer-től az Alkonyat, a másik pedig a Holófiúk, aminek egyébként örültem volna, de már megvan.
igazániból az alkonyatról annyit, hogy majd egy újraolvasást tervezek, hogy majd mennyire tetszik, vagy nem tetszik, vagy még mindig nem tetszik, vagy nem tudom. Meglátjuk, hogy mit fogok róla gondolni. A holófiúkról pedig annyit, hogy majd szerintem valamikor egy reményjáték keretein belül megnyerhetitek. Ezennel a videó végére is értünk. Ez a 15 könyv lett volna, amit sikerült beszereznem a nyár során. Arra gondoltam, hogy ha tetszett nektek ez a videó, és szeretnétek egy nagyon-nagyon nagy giga mega bukkot, akkor ha 50 like összejön erre a videómra, akkor a YouTube életem mondjuk így, tehát júniustól visszafele, amit beszereztem eddig 2020-as könyvek, arról készítenék egy bookhaul videót, hogyha ezen a videón meg lesz az 50 like. Tehát, hogyha erre a videóra összejön az 50 like, akkor az eddigi beszerzett könyveimet, mármint júniusig, amiket beszereztem, megmutogatom nektek, hiszen akkor még arról nem tudhattok, hiszen még akkor nem volt YouTube csatornám. És utána majd arra gondoltam, hogy rendszeresen fog érkezni bookhaul videó, annak fényében, hogy mennyi könyvet szerzek be, lehet, hogy szeptemberben fog érkezni, mert már most egész sok könyvet sikerült beszereznem, de ezt majd még látjuk. Igazániból röviden most ennyi lettem volna, nyugodtan írjátok meg azt, hogy ti miket szereztetek be a nyár során. Ti is így elcsábultatok egyébként az akcióknak, vagy csak én vagyok ennyire gyenge, nem tudom. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videómat, ha tetszett, nyomjatok egy like gombot, illetve ne felejtsetek el feliratkozni lent a csatornára. Találkozunk a legközelebbi videómban is, sziasztok!